Jó reggelt, Vietnám! Szavaztuk gyerekek, üdv a csatornám, mi újság van? Na, milyen helyzet van már, várját? Ez már a hetedik nap? Ez már a hetedik nap? Én mindig azért valahogy elkeveredek, és nem fogom föl, hogy ez már a hetedik nap. Ó, srácok, nagy bajban vagyunk, hey, more, hát mit csináljon most a keeper? Úristen, eljött ez a nap is, amikor meg fogunk halni. Jó, komolyan nagyon izgulok. Figyeljetek, valamit kellene itten okozni. Mármint komoly dolgokat. Várja. A painkiller, várjál. Most tényleg nagyon-nagyon komoly dolgokra kellene itten ráfüggeni. Majd nagy bajok lesznek. Úristen, ez mi a franc? Ezt te kellett volna vidi, ha üzeni. A traderhöz. Úristen, gyerekek, nagy baj van! Ezt is le kell raknom. Ásóra nem lesz szükségünk ma ebbe a részbe. Úristen, nagyon basszus, nagyon para van. Meg kéne javítani a dolgokat. Ó, basszus. Jézus Mária, nagyon-nagyon rá fogunk cseszni. Én már érzem előre, hallod? Meg kéne javítani ezeket a dolgokat. Be kéne tankolni. Lőszer legyen nálunk dögivel, már most parázzak. Jézus, Úristen, mi fog máma történni? Figyeljetek, amire nincs szükségünk, az ne is legyen majd a kezünk ügyébe, jó? Tudom, hogy még reggel van, de akkor is nagyon, már most izgulok. Már vagyok szarva, gyerekek, várjál, mi ez? Run speed plusz 10%, néha még az is jó jön. 12 percig ez hatékony. Figyeljetek, én szétdrogozom magam, hallod most majd izékkor. Szíje drogozom magam, hallod? Ide lerakom azokat, akiket én be fogok küldeni. Én mindent is meg fogok enni, hallod? Ez mit csinál? Mill damage, 400%, tessék, 1 percen keresztül. Star resist is van. Healinget. Ez nagyon kemény, hallod, ezt a moonshine-ot bekapod, öcsém? Ez szétdarász mindent is. Jó, oda nézd meg, miért csettelik? Dír, betette csávó? Betette? Jól van, van egyébként. Fogadjuk már meg, izai van, srácok. Tutti, bazza, tutti. Hogy ez a kotla... Nem, azt hittem, hogy már megint fölrakta 4K-ba. Ezzel figyelni kell, mert egy random jeleket csinál ez egy csodálatos játék. Ezeket meg be fogjuk tárazni. Nézzük, hogy mi kellene még, ami nálam, hogy legyen-e. Vitamin az nem, valamit nem ad? Ez valami resisztet ad, valami resisztet. Ebből is eszünk, gyerekek, ebből is eszünk. Mindent is fogok zabálni. Ez mi? Ez csak izé, ranged damage. De ezt gondolom izé nem. A Vapor is rangednek számít, de hát az érdekes lenne, hogy ezt számítana. Ranged, a ranged damage az is. Jó, ezt is megeszem, gyerekek, meg mindent is meg fogunk indi-endi, nem szorakozunk gyerekek mába. Ami nekem körlene, legyen nálam fa. Hol a fa főnök? Hú, rendesen fosok. Komolyan. Megeszek mindent is, jó, fölmaxoljuk a kajánkkal szintéket. Úristen, mi lesz ebbe a nézbe, gyerekek? Hát nagyon be vagyok szorva, komolyan. Baj lesz itten, baj lesz itten. Tojást egyébként jól adom volna, sonkás tojást is beküldtünk volna a gyerekek, aztán akkor pusztítottunk volna mind a cunami. Ugye? Ígyunk, együnk. Meg itt a rendet köt enni, gyerekek. Azt a betyár, ami már most fosok. Komolyan, de nagyon rendesen. Most lehet, hogy hülyének néztek, sőt, biztos, hogy hülyének néztek. De én be vagyok szarról. Hogy itt mi fog történni máma még? Hát itt ez mennyi 50%, megijadom az összes vizet majdnem kb. Azt a betyár, úristene. Na, közben kitaláltam valamit, még reggelig elregélem, jó? Hogy... Fú, nagyon sokan írták, hogy használják olyan base-t, ami ilyen exploitot, remélem jól mondom, használ ki. Tehát így bugoltatja, bugoltatja a zombikat. Tehát az úgy működik, hogy vannak olyan blokkok, amiket bizonyos féle módon fordítasz, bizonyos helyre raksz, akkor azokat nem tudják szétütni a zombik. Nem azért, mert nem tudják elérni, hanem valahogy a collision-jét nem tudják megütni, emiatt egy ilyen sérthetetlen falat tudsz létrehozni. Van
Ilyen, meg van egy csomó fajta olyan, ami gyakorlatilag ilyen bugot használ ki. Ugye ez multiplayer játékokban, ilyen official szervereken, mármint nem Seven Days to Die-ban, hanem mondjuk egy World of Warcraft-ban, hogyha exploitot használsz ki, vagy bármilyen MMO-ban, vagy pedig egy FPS-ben, az ugyanolyan csalásnak számít, mint hogyha izét használná bármilyen cheat programot, banyár érte. Tehát, hogyha egy játék hibát kihasználsz, ami nem tervezett természetesen, mármint nem tervezetten, úgy gondolták a készítők, hogy az úgy működik, úgy kell annak működni, akkor az nem szabályos. És azért van és járhat, ugye? Így, mivel single playerben játszunk, vagy pedig ilyen privát szerverken játszanak emberek, maximum saját magukat idézőjelben basszák át, mivel ez a csalást így nem, igazából nem, hogy mondjam, nem, jaj, basszus, most meg majdnem leestem, gyerekek, de most bele kellene húzni egyébként. Ja, nem büntetik, ugye, mivel ugye saját magad játszasz, de igazából saját magaddal cseszel ki szerintem, hogyha ugye olyan segítséget. Fú, gyerekek, nem tudom, mit csináljunk, nem is tudom, hogy a biciklit vigyel, mert beceklit nem kövénni, gyerekek. Fú, na, és akkor mondom, ja, és akkor nem akarok ilyen bázisokat használni. Tele van a YouTube, meg tele van a net ilyen bázisokkal, hogy hogy tudod megcsinálni, hogy mit forgatsz, magyar, meg hogy építesz, mire, és hogyan nem tudnak elérni a zombik. És akkor csak ütnöd kell őket, mint az őrült, aztán igazából nem okoz nehézséget. Gyakorlatilag már az első pár napban építesz egy ilyen bázist, aztán akkor az el vagy így végleg, nem kell fejleszgetned, nem kell vele semmit csinálnod, hát igazából egy ilyen, hát egy csalást így kihasználsz, vagy egy bugot. Tudom, hogy nagyon sokan használják. Ó, ez pont jó lesz, gyerekek. Ez pont jó lesz, mert ezt majd meg fogom enni. Inventory-ban nagyon nem akarok kutakodni, várjál! Weapon-ök szempontjából van valami? Hú, a gránát az adná, nem? És nem is olyan drága. Figyelj, vegyük már meg ezt a gránátot, 1500. Dobáljuk, szórjuk, gyerekek, mind az őrültek. Oké, vettük gránátot is. Az is jó, hogyha van, meg ezeket is majd le fogom pakolni. Igen, na. Fölvegyünk egy questot, gyerekek. Jó, legyen ez. De nem fogjuk csinálni, hanem most ráfüggünk arra, hogy a bázist erősítjük. Na viszont. Én nem ítélem el nyilván azt, aki így akar játszani. Tehát, hogyha ki akar használni ilyen exploitokat. Viszont, tényleg nyugodtan mindenki úgy játszik, ahogy akar. Vannak cheat kódok a játékhoz, azokat is lehet használni. De én szeretnék kívást magamnak, hogy nem ilyennel szerzek előnyt, hanem megpróbálunk egy normál... Mi volt ez? Megpróbálunk egy normál bázist létrehozni, bármennyire is lehet, hogy ez nehéz lesz, lehet, hogy lehetetlen, mert egyébként Norvéggel beszéltem, nem Norvég mondta, hanem Banános mondta, hogy szinte mindenki ilyen bázist használ, ami ilyen dolgokat kihasznál, mivel annyira nehéz a játék, a horták egy idő után. De viszont így meg nem kell törekedni arra, hogy ilyen extrém védelmet alakítsák ki a bázisot körül, nem, ha belegondolsz, mivel hát úgyis megvéd a bázis, úgyis vannak, megcsinálod úgy, hogy ne legyessen, sérthetetlen legyen szinte. De így elveszik a játék értelme. Oké, hogy kalandozni rohadt jó, de viszont a bázisért építős, védelem kiépítős része meg elsikkad. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy sokkal nehezebb lesz ez a játékmód, hogy megpróbálok építeni egy normális bázist, és egy valós védelmet kialakítani, tehát ami működik, amit szét tudják ütni a zombik, ami nem használ ki semmilyen ilyen játékbeli. Öcsém, ez fa volt a javába, gyerekek. Mennyi ízét dob ez? Mennyi fát? Jó. Jó sok fát kéne szedni. Úgy vannak ilyen tuskók, ezeket ezek összeszedem. És az a baj, ott a hülye zombie. Ez is dobja a fát. Várja, haver! Állja lesz! Na. És igen, hagyományos bázisba gondolkozok. Nagyon sokat gondolkozok, hogy milyen bázis kialakítást tudnék létrehozni. Tényleg rohadt sokat, egyébként rengeteget gondolkozok ezen.
És szerintem úgy kitaláltam. Az a lényeg, hogy itt ezt meg kellene próbálnunk, hogy ezt a hetedik napot itt túléljük. Ha nem éljük túl, nem éljük túl. Meghalunk, meghalunk. Meg ugye... az, hogy kialakítasz egy olyan bázist, ugye sokkal inkább leredukálja annak az esélyt, hogy meghalsz. Viszont ebben a játékban, hogyha meghalsz, akkor az mondhatni úgy idézőjelesen, hogy a content része, mert akkor ennyi erővel lehetne az, hogy gun mode-ba vagy, és akkor nem halsz meg soha. Content része az is, hogy meghalsz, hogy azzal meg kell küzdened, hogy ne halljál meg. Ha meg meghalsz, akkor vállalni kell a következményeit. És igen, hogyha meg fogunk halni ezekbe a bázisokba, vagy ebbe a bázisba, amit így kitaláltam, akkor az meg fogunk halni. De mégis legyen az, hogy legyen kihívás. Én mindig játékokban így próbálok ilyen kihívást magamnak így felállítani. Biztos... lehet, hogy azért is van ez, mert nem olyan sokat játszom ezzel a játékkal. Lehet, hogy aki már nagyon sokat játszik, az igazából arra törekedik, hogy minél inkább többet tudjon járkálni, többet tudjon kalandozni, többet tudjon lootolni, több küldetést tudjon megcsinálni. És így minél pragmatikusabban, minél hatékonyabban tudja játszani a játékot. És ez az szükséges, hogy lehet, hogy kiépít egy ilyen bázist. És akkor nem kell vele annyit foglalkoznia már, hanem gyakorlatilag járhat kalandozni, lootolni, meg ilyesmi. Mert lehet, hogy ezen már túl van, lehet, hogy épített olyan bázist, ami már nagyon jó volt, tök jó működött, nagyon sokat megcsinálta mondjuk az ilyen elektromos dolgokat, csapdákat, trepeket, és igazából nem akarja újra megcsinálni, nem akar ezzel szenvedni, hanem inkább akarja élvezni a játéknak a másik aspektusát, és ezért mondom, hogy én abszolút nem is ítélem, elemiatt, hogy aki így játszik. Úgy játszik mindenki, hogy akar, én viszont úgy szeretnék, ahogy én akarok, és igen, én meg így szeretnék. Úgyhogy remélem, hogy ezt így mindenki megérti. Tudom, hogy vannak ilyen bézek, YouTube-on lehet találni egy csomót, és mivel ezzel a játékkal játszom, meg töltök róla videókat fel, folyamatosan dobja fel, hogy hú, milyen izé, ultimate, base, amelyik ilyen sérthetetlen, meg ilyen ultimate base, amelyik sérthetetlen, és akkor áll, érted, nem áll több, mint 150 blokkból, mert úgy van tényleg kialakítva az egész, az milyen franc van, ott arra mentünk ma? Mentünk, ott van egy épület, ja. Ja, igen, és akkor... Igen. Igen, én viszont ja, tudok róla, hogy vannak ilyenek, oké? Biztos nagyon sokan fogjátok írni, meg aki régi játékos biztos írja, hogy csináljak ilyen bázisokat, nem szeretnék ilyen bázist csinálni, akarok szenvedni. Na, az a lényeg, hogy innen nem fogunk költözni. Én arra gondoltam, hogy Jenny környékére költözünk, ott van az a kiégett föld, ugye? Ott nagy síkságok van. Jó, ez... Bazzer, ez elromlik. Ilyen hangja van, amikor elromlik, öcsém. Hát rendesen megjettem. Tök jó, hogy most már nem veszik ki az inventoryból, amikor javítod, ez marha jó. Na, és azt akartam mondani, hogy nem beásós bázist akarok, ami megint nehezítés, mivel ugye nem azt, amit szoktunk alkalmazni, hogy ilyen rohadt nagy mélységekbe lemegyünk, és maximum ugye akkor azzal tudsz túlélni, hogy elzárod magad nagyon a külvilágtól, sok ajtón keresztül, és ha nem is tudod ugye megölni a zombikat, de túl tudod élni addig, amíg reggel lesz, és onnan már ugye nem futtak, és akkor ugye könnyebben elvánsz velük, meg nem jön új, ugye nem spawnolnak akkor új. De ezt se akarom egyébként. Tehát nem akarom beásni magam. Kitaláltam, gondolkozok egy ilyen bázis struktúrán, amelyik működhet, de viszonylag elég sok munka lesz. De nem baj, én úgy gondolom, hogy ez tök jó. Mindig beástam magam, egyetlen egy bázisunk volt, amikor még a legelején valami 7.1 vagy 7.0 vagy 8 pont valahány környéken egy ilyen hegytetőre építettünk egy ilyen torgyot. Az tök jó volt, egy kicsit olyan, kicsit hasonlítani fog a bázisunk arra. Nem egy sima torony lesz, de majd sokat fogok róla beszélni úgyis. Mert egyébként fejembe így kezd felépülni. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz úgy, hogy legálba toljuk teljesen, tehát nem használunk ki semmilyen explót. Már van 1200. Szóval, ja, azt akarom csinálni, hogy olyan alapanyagot, mint a fa, arra gondoltam, abból csinálunk rengeteg spike trapet.
Ilyet. Rengeteget. És akkor azt rakjunk sokat. Ugye még az első hordán nem olyan erős enemik jönnek. Így valószínűleg, hogy elég sokat le tud szedni a Spike Trap. Nagyon nem akarok ide építkezni, nem akarok nagyon sok alapanyagot elcseszni rá, mivel úgyis el fogunk költözni. Mert az lesz, hogy horda után instant költözés lesz, hogy tudjunk foglalkozni a base-zel is, a bázissal. És nem akarok ide belefetszelni több energiát. Ott is ugye város van, Jenny-nél. És ott vannak ilyen nagy sík részek, és oda szeretnék valamit. Tök jó, mert az ilyen jó kopár. Jó átlátható, és viszonylag elég közel van más biom. Ugye elég közel volt az erdős. Tehát ugye ki tudunk azért menni a különböző dolgokért. Meg az fontos, hogy semmiképp nem a sivatagba akartam, hogyha hogy a talaj azért ne legyen annyira képlékeny. Tudom, hogy itt föld van, de ugye ez alatt általában szikla van pár blokk alatt. Viszont azt hiszem, hogy régebben azt hiszem úgy volt, hogy a sivatagban viszont a homok alatt homokkő van, és a homokkő azt hiszem, hogy valamivel gyengébb. Annak ellenére, hogy nem akarom beásni magam. Azért ez fontos. Hogy a talaj az ne legyen ilyen nagyon könnyen szétdarálható. Tojás, jaj, de jó. Nagyon örülünk. Hát ez most igen, ez most egy ilyen kis ilyen bevédéses rész. Hát nem akarok meghalni. Igazából nagyon nem történik semmi, hogy meghalok, gondolom. Lehet, hogy XP-t vagy valamit fogok veszteni. Oda nézették a gyerekeket. Hárban. Oda néz, ott megy az obi horda. Ez a random spawnolós. Az ott leverjem? Ah, nem verem le. Fölösleges, nem? Tök jó, hogy ott mennek. Ez is jó, ez is nagyon régóta van ugye, hogy ilyen random leszpawnolt zombi horda van. Na, ez mennyi ez? Azt van jó, hogy ja, ki kéne találni, hogy milyen udvaron fognak mozogni. Meg hogy mi hol fogunk lenni, ugye? Az is fontos lesz. Az milyen durva, múltkor egyik nap, ugye, vagy múlt héten kipróbáltam ugye a legelső verzióját ennek a 7 Days to Die-nak, az 1.0 alfát, tehát nem az 1.0 ezt a végleges verziót, hanem alfa 1.0, az nem is tudom, 10-valahány éves játék, és a legelső verzióban, azon az alapmapon, gyakorlatilag ugyanolyan elrendezése van a dolgoknak, de ilyen nagyon, nagyon epic, kezdetleges minden, de nagyon sok item, meg ilyen tereptárgy, az hasonló a mostanihoz. Ott még ugye nem tudták megcsinálni, hogy ilyen lesimítva vannak ezek a, hát ez a morelek, vagy inkább nem is tudom, hogy nevezem, blokkok. És ugye itt, jaj nem tudom meglecraftolni, mert ugye izé van. Jó van, akkor ennyit gyűjtöttünk egyelőre, ott rohadjon meg. Meg kéne néznünk a bázisunkat, hogy tudnánk fölépíteni. Meg kéne nézni, hogy nincs olyan blokk, amit meg tudnék venni, azt esetleg be tudnék falazni vele egy-két részt. Na jó, mert van pénzünk. Erre gondol, építkezés. Ez nem is olyan drága. Jó. Ez már van új ötletem. Jó vagyunk, gyerekek. Ez nem drága. 36 egy ilyen. Painkiller van. Ez mi ez? Ez ilyen triggerer, valami elektromos valamit? Ez ilyen, olyan, mint egy ilyen csapda? Ilyen wire? Vagy nem is tudom mi ez. Aha, ez olyasmi, ez egy ilyen... Milyen, mi az? Minek nevezik, amikor így megbotlasz benn? Generator bank. Jó. Speaker. Rohadt jó egyébként, tök jó fel lehet építeni, úgyhogy tök jó bázis lehet csinálni, ilyen tök full high-tech-et. Akkor el kéne oda jutni, most akkor nem csinálunk ilyen ilyen explode kihasználós base-t, hanem... Na, figyeljetek, addig azt hittem, hogy tűlben valaki, de durván nézett ki. Figyelj, ott a... Úgy néz ki, mint ahol tűlne valami nagy darab debil állat. Ezt meg akkor javítjuk.
Annyi kellene, felek furán visszük a pisztolyt, nem? Ilyen tök egyenesen, ott egy nyúl. Oké, ebben egyébként van 140 lőszer, ebben van egy csomó. Nem fogok spórolni a lőfegyverrel se, úgy az, arra gondoltam. Toljuk neki azzal is egybe főbe. Meg ki kéne találni, hogy... Hogyan kellene megoldani? Várj, ezt elrakom innen, nem kell, nem? Most ez nekem, nem akarok nagyon sokat menni. Az a baj, ezek... Meg kell nézni, hogy ezek a blokkok, ezek mennyire... Mennyire vannak szétverve, meg mekkorák. Mennyi védelmük van. Aha, ez betonnal lehetne? Ó, 2500-as, jó. Akkor biztos, hogy nem fog bejönni. Ez 1200-asok. Mindenhol rács van, ez nagyon jó, mert akkor itt igazából el lesznek egy darabig, hogyha valami baj van. Ezt fel kéne upgrade-elnem. Ezt már nem tudom följebb upgrade-elni. Mi az? Régebben ez volt, hogy izé, hogy... Ne zúrva. Akkor külön a vasajtót le... Vasajtó van, mi gyerekek? Jó, ezt is fel upgrade-elem, ezt is fel upgrade-elem. Tök mindegy, hogy csak ilyen keveset. Ezt is be kéne... Ez érdekes egyébként, hogy nem tudom használni, várjál. Ó, de ennek vannak különböző... Ó! Oh. Ez jó lesz. Már tudjátok, mi lenne a legjobb? Hogyha terelnénk mi a hordát. Hogyha terelnénk. Hogyha a horda úgy gondolná, hogy neki egy bizonyos útvonalon lenne jobb bejutni. Nem tudom, most nagyon elgondolkoztam ezen. Valószínű egyébként, hogy itt... Igen, ez a gond. De ugye, hogyha becsinálnám az ajtót, akkor nem lenne gond. Tehát, hogyha kiverném ezt innen... Lehet, hogy azt kéne kiverni. És akkor blokkal befalazni. Idő... Az a lényeg, időt kéne nyerni, ugye, hogy 10 órától kibírjuk mi reggel 4-ig. Ugye reggel 4-ig vannak. Viszont most mennyi blokkot tudok csinálni? 24, ez jó, meg is csinálom, oké? Okay? És megnézzük, mivel tudjuk upgrade-elni, már nagyon nem emlékszem. És ezeket be fogom falazni akkor. Hát lehet, hogy befalazzuk ezt is. Sőt, akkor inkább nem ajtókat fogok. Hanem, akkor inkább falazunk. Minél később jussanak be, gyerekek. Úgyhogy akkor faladási lesz. Itt is faladási lesz. Kívül meg, meg belül is mindent telerakok. Jó, tudom, hogy azért... Telerakok csapdával. Lehet a falakra is csapdát, mint régebben? Itt meg valami asztalos dolgozott, látod mennyi íze van itt? Ilyen munka dolgok. Na, jó, mindegy. Csak itt egy kicsit rendet raktam. Oké, akkor. Itt, ahogy be tudjanak jönni... Hát ezt, figyelj, ezt az útvonalat én be is falazom. Hol van az izé blokkunk? Nem kraftoltam le? Gyere, ide van. Nem akarja berakni abba a nyílásba? Miért nem? Ez a párfasza. Miért nem rakja be abba a nyílásba? Jó, aztán annyira mindegy, mert igazából ugyanaz. És mivel tudom upgrade-elni? Gobblestone-nal. És azt hogy tudok csinálni egyébként? Azt tudom, hogy van belőle, de kőből tudok? Egyébként simán, vagy van valami speckó módszerre? Nem emlékszem, srácok, tudom, tudom, hogy most meg vagytok botrálkozva, nem emlékszem. Itt valamennyire be tudnak jönni. Meg ezt meg kéne nézni, ezeket a csapóajtókat esetleg hogyan. Ez mi kell? Ehhez sima vas, vagy acél? Várja, nem látom. Az acél? Bazzen, hát olyan pici. Hát az acél lesz. Aha, acél is volt ott. Ehhez meg vas kell. 10 000-es ajtó. Viszont ezek meg csak 1000-esek, ha jól emlékszem. Ó, 50-es, hülye vagy?
Hát ennek akkor jó, ennek nincs értelme itt. Van rajta egy 10 000-es ajtó. Az kemény. Jó, oké. Azon nem tudom, hogy hol tudjak, hol vegyem be magam. Bazd meg, ne! Uff, jó, hogy nem halt, vagy ezért nem sebződtem. Ja, ez az üveg volt, oké. Kéne még fát vágnom, meg ja, ezt a cobblestone-t kellene szereznem. Azt nem tudom, hogy az rendes kőből tudom ezt gyűjteni, vagy nem-e kell valahogy kiégetni. Lehet, hogy ki kellett volna égetni. Nagyon sok időm nincs ám. Menjél már föl, vagy valami legyen veled. Hol volt? Volt? Oké. Okay. És akkor már én megnézem ezt, hogy ezt hogy kell, ezt ki kell égettem a követ már, vagy ezt hogy kell izélni receptek. Bazza, hol van? Milyen neve, hogy írják? Ez ugye szó? Én tudok külön cobblestone blokkot. Ja, hogy kell hozzá izé. Érdekes. Ez így volt mindig? Erre sem emlékszem, esküszöm. Clay. Jó, akkor ezzel tudok upgrade-elni. Oké, viszont kéne akkor kő. Úgyhogy elmegyünk követ gyűjteni. Ja, hát be annyira akarom megcsinálni egyébként, hogy azért be tudjam magam védeni. Meg ugye van akkor most nekem 100 darab ilyen izév, ilyen trepem. Itt igazából nem tudnak följönni, csak maximum az olyan zombi, aki ugye tud mászni. Jó, kellene kűj, gyerekek, meg kellene, más nem is nagyon kell, nem? Itt mindjárt nekiállunk valami követ bányászni. Ne fújtass el, gyerek, nagyon sok dolgunk van. Hogy érdemes a követ, gyerekek, hogy innen, szerintetek, vagy a nyerőhelyről, kőnyerőhelyről, innen gyorsan jön? Jó, megpróbálkozunk, mert túl vagyunk terhelve egyel. Mármint úgy értem, vannak azok az ilyen göbecsek is. Azok a kavicsok, azok a beszmenegy kavicsok. Lehet, hogy onnan egyszerűbb, nem? De jó, menjen. Mondod, hogy Jezs vagy, testvérem. Ezt meghagyjuk. Úristen, de nem lesz olyan egyszerű, elég sokáig fog tartani. És így belegondoltam, azt hittem, hogy azért nem, de aztán... Ja. Azért este 10-től. Reggel 6-ig. Ja, azt az útvonalat, csak az a baj, nem nagyon tudom merre jönnek. De hát mindenképp ugye azon a két emeleten föl akarnak jönni, azt tuti. Tehát ott kell megszórnom minél több csapdával. Ugye a lépcsőnél, alul, utána még egyel följebb, és én megpróbálnék a tetőn túlélni. Oda ugye maximum mászó zombi tud följönni. Jó sejtem, hogy oda mászó zombi tud följönni, meg esetleg ha lesz madár. Úgyhogy ez jó. Ez most lehet, hogy egy hosszabb rész lesz, ugye? Mivel... A milyen franc? Ez mi az? Nem tudom, az a... Az nem adja jobban a követ, az. Ez mi? Hoppa! Eldrobban gyerekek, és 400 méterre. Jó, nem megyek el érte szerintem. Meg fogja azt jelölni, jó az. Nem megyek, biciklivel mondjuk elugrolhatnék érte, nem tudtam sem eddig. Megnézzük, mi van az a drobba, srácok. Hát, hogyha valamit bemákolunk. Várja, akkor küldjük le a biciklinket. Egyébként rá meggyőztetek, jó, ezek menjen a levesbe. Gondolom scrap metalra lehet tovább upgrade-elni, bár aztán az Isten tudja, már nem emlékszem rá. Meg egy csomó, az a baj, hogy mindig változott. És tényleg, bocs, hogy néha így nagyon el vagyok veszve, de annyi verzió volt, és néha annyira különböző dolgokkal lehetett régen, nem is tudom, még volt olyan is, hogy úgy tudtál betorozni, hogy ilyen frémeket kellett csinálni, és akkor abba tudtad a betont, arra nem tudom, emlékeztek arra, hogy voltak ilyen frémek, amikbe kellett a beton, vagy valami ilyen izé, meg volt olyan, hogy ilyen
mint ilyen betonvasak voltak, valami olyan is volt, és akkor úgy tudtál betont csinálni, az külön metódusa volt. Jó, hát a biciklivel azért nem tart olyan sokáig. Jó, túl leszünk terve. Tök jó, hogy van rajta ilyen villogó. Oda nézd, mi az a nagy torony? Gyerekek. A végén még máshol kell időni. Éjszakáznom. Pisztoly. Új shotgun. A kávé is viszont ez meg jó lesz. A kávé az jó lesz. Gyerekek, pont éjszakára. Megnézem. Ez egy ilyen kis... Ezt tudom. Jó, oké. Nem tudtam ez mi. Azt megcsúszik a bringa. Meg lehet, figyeld. Ki lehet csapni a valagát. Jó, menjünk. Várjatok. Na erre voltam kíváncsi. Ez igen. Hogy ezek a kövek. Ezek nem véletlenül jobbak. Ja, meg fafrém is kellene. Vagy fa is kellene. Nem tudom pontosan, hogy mire számít csak a hordánál, aztán azért egy kicsit így most... Ez így ilyen tökölősebb lesz. Lett. Az. Veszünk fát is, csak megpróbáljuk ezt a zombit nem megzargatni. Mekkora fa az, úristen. Szomgyús a csávó. Ez észrevett? Nem, áh, bazze. Hörbi. Nem vett észre, jó van. Ja, mert még akarok csinálni néhány darab frémet. Ez a biztos. Esetleg akkor duplán rakom egy-két helyre. Ugye, nem tudom, cobblestone az mennyit? Ezred véd? Mármint a cobblestone blokk. De ugye tudnék kapásból cobblestone blokkot is csinálni, és akkor nem kell... Mennyit tudok csinálni? 22-t. Látod? És akkor nem kell ugye upgrade-elnem. Úgyhogy ez még egy jobb megoldás. A fa blokk nem volt egy nagy ötlet, úgyhogy inkább... Ja, azt kell egyből csinálni. Jaj, öreg anyám ott a rizei szórakozik. Jó, menjünk visszafele. Mi az? Gyűlök. Majdnem izé, majdnem hátba várt. Ott van egy nagy kép... Itt van egy nagy képződmény, majd ezt ugye szétverem. Hát a gyűnöd anyag. Na, cobblestone blokkokat kell csinálni. Én azt mindig összekeverem, hogy G-vel akarom ejteni, aztán közben meg K-val, mármint C-vel, ami cobblestone. Na, együnk is egyet, mert már kezdünk. Mi az a mak? Ja, lehet ültetni fát. Hát ez most nekem annyira kell, mint a szar a zsebbe. Na, ezt ki kéne, itt bányászom az összeset. Itt van mellettem a ventilátor, remélem nincs szélzaj vagy ilyesmi. Na, bányászunk csak. Most van egy kis stamina regünk a kaja miatt. Milyen jó kis ilyen ambient zenék vannak, ilyen ting, ting, ting. Fossad össze magad dolog. Azt a betyár. Ez kurva jó. Elkezdődött ilyen parazene. Ez ilyen ködös lett az idő. Ez mi van ott le? Ja. Közben... gyerekek. Ja, nem ezt akartam. 83. Na jó, ebből ezt szerintem bőven elég lesz. Nem kell több. Csinálunk duplát ide-arra. Miért nem? Na, verj fel azt a kerékpárt. Menjünk vissza. Azt csináljuk. Úristen, micsoda izé van. Milyen szar idő lett, gyerekek. Jó, mert tudjuk hova. Ja nem, bazza, nem oda kell menni, hülye vagy. A questhez akar vinni most minket.
De mi nem questelünk. Ó, itt ki tudok menni valahol? Jó. El lehet esni a bicikli, azt? Krizé? Sebződök? Biztos el lehet egyébként, tuti. Na, akkor bevédjük magunkat ezerrel, most az lesz a projekt. Hát, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni ez. Lehet, hogy kellene egy belső ilyen bunkert csinálnom, azon gondolkozok. Sőt, azt kellene csinálni, gyerekek, hogy fölülre. Ilyen bevédem magam ilyen brutálul, hallod? Ah, meg is ki is találta a keeper, hogy ezt hogy fogja megvalósítani, de bele kéne húzni, mert mindjárt 10 óra. Kitaláltam egyébként, komolyan. Kitaláltam, hogy hogy fogom megoldani. De mindig azt hiszem, hogy valami zombi szütyörög, azt... Nagy francokat. Jaj, a hülye. Fú! Jó lesz ez, gyerekek, ne aggódjatok. Oké. Okay. Figyeljetek, én be is elassatom magam szerintem. Csak nehogy valami történjen vele. Akkor van ilyen... cobblestone blokkom. Meg mi ez? Ez milyen building cube? Mi a pöcsöm ez? Ez ilyen fa. Nem mi? A szar. Csak ennyim van. Ez a 83, az mi az anyavalaga? Ez milyen izé ez? Gyerekek, ez milyen blokk? Ez olyan fa? Nehogy elcsesztem valamit. Ez mi? De mi? Hülye voltál, nem jót csináltál, bazze. Ja, bazze, nem jót csináltam. És mi a fasz? Ja, co? A kroatt életbe. Ja, azt nem tudok többet csinálni. Ja, mert abban csak abból tudom. Ja, akkor ezt kell csinálnom először. Ja, bocsánat, de ezt, erre nem nyomtam rá. Ezt csináltam én, hülye gyerek. De ez... Aha. Ja, tudok, hogy ja, woodot is csinálom, de jó nekem. Jó, ezt meg leszkreppelem, azt visszajön 106 fáról a fáról. Jó, ez a building dolog, ez meg abban jó, hogy ugye föl tudod szedni. Gondolom. Jó, hát ebből a buildingosből megépítjük akkor. Annyi kéne. Hogy ezt én befalaznám. És akkor remélem, hogy... Cobblestone-om azért... Nem, még deszka is kell. Jó, az mindjárt lesz. Ja, hülye voltam, mert akkor ennyire ide meg rakhatnám azt a, rakhattam volna egyből a fát. Na mindegy, jó van így. Jó lesz így, a fát szétszerem mindjárt. Ja, itten cseszem el az időmet. Várjatok. Itt viszont meg már tudok cobblestone-nal upgrade-elni. És akkor ez egy ezres? És akkor innen már a beton kellene. Értem, jó. Jó. Oké, gyerekek. Bocs, hogy kicsit bekeveredett a keeper. Ide is dobunk kettő ilyet. Ja, ide most a fa kell, csak itt ez tök a része is van. Addig nézzük meg ezeket. Jó van, combine tramfolyam. Gold diggerek is lehetünk. Ó, nagyon tutig vagyunk. Na! Gyorsan, mert 15 óra 37 van. Craftold már le. Cobblestone. Tizet emészt fel. Jó, éhesek vagyunk. Akkor ide, itt is csináljunk, gyerekek? Hát ott nem tudom, hogy ez érdemes-e. Remélem túlélünk. Nem tudom, mennyi cobblestone-on marad. Egyébként gondoltam arra is, hogy még csinálhatnék még valamit. Fú, egy kicsit az a baj, hogy folyamatosan agyalok, hogy mit csináljak. És nem biztos, hogy az alapanyagom az meg elég lesz.
Jó, van, egyelőre itt elég szerintem. És akkor annyit kéne csinálni, hogyha ide bejutnak, ugye? Pillanat, pillanat, gyerekek, csak fú, a folyamatos agyalásba vagyok. Hogy mit tudnék kihozni ebből a helyzetből jót. Tekes, hogy valahol miért... Ja, ott az újság. Ha, azért nem akarja. Jó, nem baj. Ez mondjuk biztos hasznos, nem? Hát mondjátok, hogy hasznos. Eléggé, tudom, hogy ilyen fapad módszeren nyomom én ezt a dolgot. Én azt akarom, hogy nem nagyon akarok utána nézni dolgoknak. Lehet biztos, hogy azt mondjátok, hogy ez egy hülyeség. De, hogy mondjam, improvizálni akarok, hogy kitalálni, hogy hogy van. Nyilván meghallgatom, hogyha írtok, meg azt mindig szoktam is kérni. Figyeljetek, itt biztos, hogy végig kell szenvedniük magukat. És akkor azért, oké, és egyébként tudom, hogy nem kapok XP-t azután, amiután, hogyha a csapda ölte meg. Jó van, gyerekek. Ide, itt kell biztos, hogy végigjönniük valahol. Ezt kapni fogják ezzel a gyerekek, ezt kapni fogják. Jó, ide úgy látom, hogy nem lehet. Ide gondoltam, hogy ide még rakok, hogyha itt abszolút szopják meg azt a rohadt izét. Ezek ilyen üvegcserepek miatt ezek elfoglalnak egy blokkot, gyerekek. Tiszta üveg. Gondolom, itt nem tudnak kiugrani. Van egy ötletem. Van egy ötletem, gyerekek. Fú, bazz, eléggé szoros azért a program, nem, srácok? Van egy ötletem. És már csak 7 kablusztónom van? Nem mondod? Akkor az kevés lesz, bazz. Ó, basszus. Ez kevés, pedig kitaláltam valamit. Kéne nagyon gyorsan gyűjteni. Hol fogunk bemenni, mi gyerekek? Majd rakunk le frémeket, azt is elfelejtettem, hogy van olyan. Kimegy minden fejemből. Kéne kő. Kő kéne. Ott meg vas. Riktig követ nem találok, figyeld. Már megint más ambient van, de jól hallatszik. Ó, figyelj, meg kell innom a izét. Basszus, egy kicsit el vagyok vezve. Nagyon gyorsan kellene, ilyen. Jaj, mennyit tudok csinálni? Jó, várja, van blokkom is. Hó, van blokkom is, tudom, bocs, van blokkom is. De még kell ilyen is, mert fel kell upgrade-elni azokat, akkor már. Kitaláltam valamit, amit meg akarok oldani. 17-20, jó, ne aggódjunk annyira. Ráérek egy olyan, mondjuk egy 19 óráig itt el fogok tökölni, 3 órán van, hogy megcsináljam a védelmet még. Jaj, tudom, hogy összeszeretlen vagy, nem vagyok meg minden. Nem tudom, egyébként túl fogjuk élni. Fogalmam sincs. Nem tudom, gyerekek, remélem. Kő. Ott van még egy kő. Az a kávé az jót tett. Ja,
Utolsó védelmi vonalnak kitaláltam egy dolgot. Tök jó egyébként, ez izgalmas, mert ilyen tök random, hogy azért nem tudod pontosan, hogy mi, hogy fog összejönni az egész. Hogy fognak sikerülni a dolgok, de... agyalok. Jaj, ne! Ezt itt fogom hagyni. Jó, most sem üssük ki ezt a szart, ezt menjünk. Mert át kell néznem, nem tudok jobb szerszámokat, tudom. Jó, barátom, bocsánat, de én most nem foglalkozok veled, ha nem gond. Mert menni kell haza. Oh, itt van még egy ilyen. Amíg ide jön, addig kiütjük. Jó néz ki a textúrája ennek ezeknek a köveknek. Na, húzzunk. Az már nem fér bele. Jó, az élem egyébként, ugye a kávé hatása elmúlik. Hú, kell kő, bár az a baj, hogy a kléjem is szerintem kezd fogyni. Jó, a cementet azt meg ki kell égetni, ugye? Azt izébe kell? Ilyen forcsba égetni, vagy hogy van? Franc emlékszik mindenre. Sőt, semmire nem emlékszik a keeper, néha úgy érzékelitek, biztos vagyok benne. Mi az? Dörög az ég. Ilyenkor ilyen, izé van, VR lesz. Már kezdődik a izék. Kezdődik a csúnya hatás, gyerekek. Lesz baj. Oké, okay. Ott nem tudnak sehol felmenni, ugye? Reméljük. Mert ott valahol be kéne jutnom nekem. Voltam olyan hülye. Hoppa, így, ez az ajtó. Ez hova vezet? Ezt elég érdekesen csináltam meg. Valahogy föl kéne jutnom. Ugye régen csináltam, ez tiszta Minecraft, basszus. Jaj! Para van. Lenehesség vagy valami. Jó, ott volt egy ajtó, egy bogár meg. Egyébként, ha bejön egy légy a szobába, akkor az miért azt csinálja, hogy a... ...izajjára ugrik föl instant? Vagy repül a... mi ez? Mindig felrepül a monitor közepére? Ezek nem tudnak nyugodtan lenni, de különben ezek a bogarak, ezek ilyen öngyilkos típusok, nem? Tehát remélem itt már nem tud felugrani. Bár azt a fát azt tudja ütni, de hát amire föl kecsz meleg, arra talán minden oké lesz. Mennyi van? Oké. Talán megoldjuk. Ne! Nincs fám! Ó, baze! Ez nem túl jó. Jaj, de nem jó. Várj, akkor kiveszem, azt a helyettesítjük egy izével. Egy ilyen frame-mel. Oké, okay, és akkor itt gondoltam, hogyha nagyon nagy szar van... Várjál, először is meg kell hinteni ezt az egészet. 18.52, hát nem sok idő van vissza. Ebből tudnék egyébként fát csinálni, de most már nem kell fa. Hát, ha felugranak erre, itt se érezzük jól magukat. Mennyi van még? 5, 4, 3, 2, 1. Na és akkor itt gondolkoztam. Hogy ezek milyen erősek? Ezresek, jó, hát akkor az ezresek. Oké, okay, ezresek. Uh-huh. Ott van egy ablak, ott azért esélyes, hogy valaki be tudhat jönni. Ez mennyi? Ez is ezres? Jó. Oké, okay, akkor várjál. Hogy kell váltani? Igen, erre gondoltam. Uh-huh. Uh-huh. Begondolkodik a keeper, hogy valamit itt még kiokoskodik, itt a legvégére. Várjál.
Hát nagyon-nagyon szorul az idő, tudom, hogy a hurok, meg nem tudom micsoda. Azon gondolkozok, hogy a rácson tudnék lőni, ugye? A saját csapdámat fogom megcsinálni, biztos vagyok be. Amilyen hülye vagyok, hallod? Amilyen hülye keeper, olyan csapdába fog esni. Ha ezt ilyen szélsőt, miért akartam? Oké. 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 Jó, gyerekek. Jó, nem jó, nem jó, várjál, várjál. Menjünk föl. 19.51. Itt meg mindig ég a tűz. Na, akkor srácok, gondolkozzunk. West Gumblestone, nem tudom azt csinálni. Ezzel semmire nem megyek, úgyhogy ezt akkor pakoljuk ki. Már hát az se tudja, gyerekek. Ezt ide rakjuk, ezt ide rakjuk. Ez a stópenelem. Aha, ezek az alkatrészek, jó. Ebből mi lesz, ha leszkreppelem? Nem tudom leszkreppelni. Jó, semmi gond. Oké. Okay. Készülés van, gyerekek, ezzel. Nem tudom, hogy egyébként ezzel merek-e dobálni, mert ez ugye kicsapja a blokkot. Hú, ezzel meg nem tudom, ezt meg nem tudom dobni onnan. Úgyhogy ez nem lesz jó. Vigyünk lőszert bőven, dögivel. Javítókészletem nincs mi. De van. Meg kellene cső, mert azzal tudom javítani ezeket a fegyókat, mert ezek hamar fognak romlani. Nem ezt akartam, hanem javítani. Oké. Okay. Jó. Oké. Egy fene. Amiket be kell küldenünk, akkor ez. Ez. A mi az egyáltalán nem kéne. Ezt meg le is scrapelem, mert hadd ne legyen itt. Hegyünk. Oké. Ezt meg fogom enni még. A víz legyen itt azért biztonság kerül. Van még egy pisztolyunk. Az jó. Mivel javítja? Nem baj, hogyha van még egy pisztoly, mert ezt is be tudod tárazni. Oké. Okay. Akkor még mindig ott tartunk, hogy miket fogunk elfogyasztani. Kaja is legyen itt. Akkor ezeket kéne megenni majd. Oké. Okay. Meg ezt is. Ez azt hiszem, hogy mill damage, ugye? Nem, ez csak izé, az csak... Water-t jól leviszi. Oké, okay. Mennyi idő van? 20-41, gyerekek. Öcsém. Ne nézzük ezeket a fegyvereket. Ebbe is rakjunk. És ugye gyorsabb váltani, mint. Betárazunk. Kéne egyet enni. Valami normál vagyik aját. Hogy már csak ne legyünk éhesek azért. A sör az mit ad? Aha. Jó, a sört is visszük, gyerekek. Szét fogjuk buffolni magunkat, ez köl. Jó, ennyi kötszer csak elég lesz, hanem akkor már mindegy úgyis. Zabáljuk tele magunkat. Meg ígyunk sokat. Nem menet közbe kelljen indi, meg ilyesmi.
21 óra 8, jó van gyerekek, figyeljetek, én sok mindent nem tudok itt ebben működni, ide ugye nem jöhetnek fel talán. Ha följönnek, akkor nagy baj lesz. Fuhuhuhu, el vagyok ám izéve. Anyátlanod vagy keményen. Ja, itt meg ég a tűz a semmiért, mi? Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Izgulok, bazd, ennyire még soha nem izgultam hordakor, komolyan. Van ilyen nagyon csáli szedett bázisunk van. Remélem, hogy nincs semmi olyan, amit így elfelejtettem, majd akkor megírjátok. Te, a tököm ki van ezzel egyébként, ezzel a... Ahogy. Nagyszerű. Egyébként ezt nem tudnom úgy csinálni, hogy ezt így beforgatom falra. Ilyen oda nem engedi. Aha, mert ott vannak ilyen blokkok. Ugye minden blokknak számít, még hogyha egy ilyen sík felület akkor is. Azt tudtam volna csinálni, hogy odarakok egyet kívülre, meg egyet beforgatok. Az nagyobb biznisz lett volna, elég hülyén csináltam meg. Mennyi van? 11 van még. Akkor lehet, hogy még rakok ide föl. Semmiképp nehogy valami be tudjon mászni, vagy a pöcsöm tudja már, hogy mitől. Mi nem történhet itt ebbe a játékba. Ott, jó. Hát csak nem mászik már semmibe, ugye? Mondjátok, gyerekek. Jó, hát ez ezreket véd, ugye? Egyen nem tud bebújni, tehát akkor minimum 2000-et ki kell ütnie. Javítani nem fogom tudni, mert nincsen cobblestone-om, de van 109. Jó, akkor fogom tudni javítani a nagy asszar. Ezen elvileg át tudok lőni. Úgyhogy ez jó lesz. Jó, 15 perc gyerekek, vagyis körülbelül 1 perc se. Aztán akkor izé lesz harakiri. Hát imádkozzunk, hogy kibírjuk ugye 4 óráig, az a lényeg. Meg kell próbálni kibírni, itt le tudunk látni, hogy mi történik ott lán. Hogy hol törnek be, hát talán nem bontják el alulunk azért az épület. Az első horda szerintem azért annyira nem lesz veszélyes. Most nagyon bevédtem magam azért, nem? Remélem nem folynak be az ablakon, de egyébként le tudom őket szedni, elég sok lőszerünk van. Sörétest azt 6-szor betárazom, gyerekek. És mi mindig ide nincs betárazó, de miért? Na, akkor készülés. Passa, mi ez az ele? Bazeg, para. Para van, gyerekek, para. Szerintem itt fognak alattam ásni. Hoppa. Ott nem futott valaki? Az a csapda is szerintem olyan hatásos. Szét ne lőjem a rácsot. Lehet, hogy inkább izébe vagyok. Gépfegyvere. Ide alulra lehet kellett volna még több. Jó, 22-27 van. Minél több időt telik el, annál jobb. Csak le ne szakadjak, hogy nehogy kiássák alattam, vagy valami. Lehet, hogy túlzásba estem? Lehet, hogy túlzásba estem, gyerekek? Nem kell volna ennyikor a védelem? Egy óra eltelik lassan. És akkor már csak 5 óra lesz vissza. Lehet, hogy túlzásba estem, gyerekek? Kemény vagyok? Túlságosan? Megy a buffolás, gyerekek.
Vaz, egy zombit csalálhatok. De nem is hallom őket. Nem tudom, ez az elem mennyire hangos, nekem nagyon. Mi? Lehet be se tudnak jutni, basszus. Úgy van egyébként, hogyha megölöd a zombikat, akkor jön egy új adag, nem? Vagy valahogy így van. Ja, ugye a zsar az csak eddig hat. Oké. Okay. Nem volt értelme benyomni. Ide azt kellene volna, hogy ezt is kiütni, és akkor rácsokat, és akkor leláttam volna. Nem megyek föl, mert hát, hogyha valami mászó zombi fölmegy, vagy pedig bármi, nem tudom, mondjuk madár, vagy akármi jön. Régebben voltak méhek, emlékeztek? Azok jöttek. Nem voltak madarak, hanem méhek voltak. Jó, hát ezt a ranged damage buffot nem nagyon volt értelme benyomni. Közelben nem nincs senki. De most mi a franc van, gyerekek? Ennyire? Hogy mindjárt éjfél van. És akkor mondom, már csak 4 óra. Hoppá! Most már hallom őket. Aha, hörögnek, morognak. Annyi, hogy a... Tényleg egy kicsit úgy élném azt, hogy kibírnánk, értitek? Hogy nem halnánk meg, hogy meddig bírjuk. Hány napig, hány tudjuk túlélni. 7 days to die, gyerekek. Ez a 7. nap a halálig elvileg. Azért itt folynának be mi? Úgy gyerekek, van, nagyon horognak. Van, nagyon horognak. Elkezdenek ott lerohangálni, beszarok. Az a baj, innen nem tudom kidobni szerintem a molotovot sem, úgyhogy nem is erőlködök meg a gránátot, itt nem dobom el. Visszapattan a cső, udról lesz vége a bulinak. Imádom, amikor egy játék... Egyébként tök jó érzés, amikor a játékban nem vagy annyira full pro, hanem így próbálsz rájönni a dolgokra, és így sokkal inkább izgulsz, mint amikor már milliószor csinálsz valamit. Gyerekek, ezek be se fognak jól. Éjfél van, 4 óra van vissza. Ezt szerintem az elég jól kitaláltam itt ezt a helyet. Annyi, hogy bízunk benne, hogy nem szakadhat le, vagy valami. Jó, ugye tudsz csinálni úgy dupla rácsot, hogy beforgatod egyiket erre, innen van a blokja, azt meg arra, és akkor dupla rács, és akkor két kapásból egy ilyen vékony fal, és mégis 2000-et véd. Még a cobblestone is. Ennyiféle elmúlott, egy darab zombit nem láttam eddig. Ott egy zombi, próbál jönni, figyeljetek, nem tud átjönni a falon, mi van falon? Azon a palánkon, ott vannak a zombik, te! Ezek ennyire nubok? Nem lett ez könnyebben a játék, gyerekek, figyeld! Bír! Ott vannak a zombik! A fakerítésen nem tudnak átjönni. Ez kemény azért, na. Hát hogy lehet, hogy kicsit túlzásokba estem, mi gyerekek? Költözés lesz mindenképpen reggeltől. Tehát a következő rész az instant költözés. De nézzetek, ott vannak a fakerítésen, nem tudnak átjönni. Én meg itt 10-től csináltam. Bevédtem magam, úgy nézek, ugyan vagyok, mint az Alcatrazban lennék. Figyelj, ott ugrálok a fakerítésnél. Ja, és ugye emiatt csomó olyan lehetőség van, hogy tényleg ilyen explókat kihasználva, hogy nem tudnak elérni bizonyos dolgot, nem is ütik, hanem ott ugrálnak. Ugye emiatt, mivel hát a mesterséges intelligencia nem olyan oké, de hát ugye azért... Oké, hogy zombik, de azért a blokkot, hogy nem tudnak kiütni, az baj.
Jó, hát szerintem aludhattam is volna egy gyerekek szerint, nem? Az a baj, egy büdös XP-t nem kapok így ugye, horda alatt. Fölmegyünk a tetőre, kemények legyünk gyerekek. Félek egy picit, de nézzük meg. Mert már egy kicsit vicces. A gyerekek, hogy ezt tudom, akkor én nem is falazom be magam. Hát mi van a zombikkal? Ott küzdenek, figyelj, bekeveredtek abba az udvarba ott. Bekeveredtek az udvarba, gyerekek. Aztán nem tudnak kijönni onnan. Marha jó. Hát mindjárt leülök ide a szélére, aztán lóbálom a lábamat. Öcsém, én meg olyan bunkert csináltam, hallott, kibírtam volna itt meg a negyedik ordát is, nem? Valahol szütyögnek ám az él. Azért leesnék, akkor azért fájna, biztos. Figyelj, ott kavarog egy csávó. Haver, itt vagyok! Nézd ide! Horda, tudod, van egy olyan dolog ebben a játékban. Hello! Öcsém, meg kik ezek? Valahol nyükörögnek ám, de hát... Nem tudom, mit csinálnak. Hát jó, hát ez tényleg egy ilyen... Ennél lájtos, vagy ennél keményebbre gondoltam. Azért hogy bevittem magam gyerekek, hülye gyerek, izé. Gondoltátok, mit csinál ez, bozze? 100 darab csapda. Azok ott öcsém, figyelj, ott moziznak. A mit csinálnak a... Ja nem, kibentek onnan. Ó! Kikeveredtek a gyerekek, végre azért. Hajnali fél kettőre, mindjárt vége a hordának. Úgy döntöttek, hogy... Hát egy fene, akkor megtámadjuk az épületet, nem a szomszéd udvarába. A jegenyefát nyúzzuk le. Na, megjöttek, ideértek, szerintem ideértek, jól van. Ezért nem akartam egyébként alapanyagot ide belőlni sokat, de hát nem tudtam, hogy ezek ennyire bénák gyerekek. Hát akkor lehet, hogy azt kéne csinálni, szerintem itt még egy hordát simán kibírnánk. Hogy ezt itt hagyom ugye, mindenképp költözünk, de még nem lesz kész a bázis. Addig itt fogjuk árvészelni a második, meg a harmadik hordát is. Ez szerintem így tök jó. Hát szerintem itt kárt nem fognak csinálni. Öcsém, én halor... Tényleg jó, hogy nem már egy ilyen atombunkert csináltam az első hordára. Hoppá! Hoppá! Sanyi megjött! Sándor megjött és elesett! És át tudta ugrani be... Oda! Még próbálkozik! Még próbálkozik! Pazza, valahogy bejutott egy zombi. Ne szórakozzá. Megjött! Megjött! Tiha miért? Jó, hát azért bejönnek, érted? Valahol bejöttek. Szerintem itt volt egy ajtó, amit elcsesztem, és azt nem valahol nem zártam le. Mondjuk egy fajtót áttörtek, azért az teljesítmény már, nem? Düm, 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 düm. Düm, düm. Figyelj. Rúgják a por, gyerekek. Most omlott le valami fal. Hallottam, hogy csörgedeztek a kujják. Hát ezzel nem kell szétbaffolnom magamat, nem kell volna. Szerintem itt gyűnek ezek gyerekek, ezek valahol itt betörtek. Jönnek föl a létrán mindjárt, a lépcsőn. Hoppá, ott egy csávó, ottan küzdi, üti a falat. Samu megjött, Sándor át tudta ugrani a falat, ők úgy gondolják, hogy inkább nekiállnak, azt elbontják. Ugye? Hát ez... Ezek eléggé szánalmas zombik. Jó. Figyelj, még a végén kiabálom. Azt az lesz, megdöglök, mi? Hopp! Hoppá! Gizi is meggyűjt. Beesett a csapdák közé. Fökel. Küzd, mint disznó jégel. Nem sikerült neki. Hát jó van. Nem adja föl. Ott még van valaki.
töri a falat, mint az őrület. Még van másfél órája, aztán utána meg kalapkabát nekik. Mehettek haza, véget ért a műszak, mindjárt. Rohadt hangos, nem tudom, remélem, hogy nektek nem, vagy nem lehet azért hallani, amit dumálok. Hoppá! Aladár is beugrott a csapdák közé. Figyeld, fökel! Hol vagyok? Meghalok. Csá. Aladár is úgy gondolta, hogy eldobja a kanalat. Hopp! Tibor! Tibor is leugrott. Hopp! Hát, Tibor! Tibor még küzd. Tibor még az életért küzd. Ennyi volt. Hát tudom, hogy XP-t nem kapok utánuk. Vágom én. Én annak is örülök, nem döglöttem meg. Hoppá! Zoltán is... De mi volt ez? Valami komoly dolgok történnek egyébként itt alul. Folyamatosan hallom, hogy itt ütik. Kitalált azért a Keeper, nem? Szerintem ott alul is elhullottak egy páran. Viszont a csapdákba is haltak, meg a loot az megmarad, úgy tudom. Sanyika, mit csinálsz itt ön? Ezt nevezik nálatok izének? Vakarózásnak? Hát ja. Azért szigorúan nem kapunk ez alatt a... Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ennek a hordának. Szomszéd kertjét jobban szétcsapták, mint nekem itt a berendezést. Hoppá! Úgy van, sikerült, jó van. Hát egyet nem fogok lőni, ne haragudjál meg. És képzeljétek, még lenne esélyem arra, hogy meg ezt is, amire szétütik. Itt ez tök jó. Egyébként ez a rácsos megoldás, ez egy rohadt jó dolog. Tű. Oj, oda nézze, megjött még egy rövid gatyás csávó. Hoppá, azért érkeznek a dolgozók. Ugrálnak bele a csapdákba. Na, egy jusson eddig legalább, hadd lőjön fel. Így ide jön, azt így homlokon lövöm. Az lesz a vége. Hát minden egy ott hal meg. De az érdekes, hogy ütik egy darabig, azt utána gondolnak egyet átugorják, mert hát rájönnek, hogy ez fárasztó meló. Meg idő már, kifutunk az időbe, gondolják. 3 óra 21 van. Na jó, azt kimegyek, azt fejbe varám, mert az összes a támaz lesz. Mindjárt, úgyhogy ez egy hosszabb rész, tudom, de hát... Akkor már legyen kerek egész a történet. Oh, oda nézé, megjöttek a csajok a buliba, after. Na, egy ember jöjjön el eddig, hogy homlokon lőhessem ezzel a pisztollyal. Na, figyelj, gyere! Még egy kicsit, na. Istenem, komolyan mondom. Ez jó bírta, gyerek. Sisak fönn volt a fején. Ez erős, erős csávó volt. Ki volt találva azért. De viszont összefosnám magam, hogyha itt nem lenne köztünk a rács. Azt megmondom. Nagyképű vagyok innen. Figyelj, ott a izé. Rövid gatyások gyűnnek. Na, nem sikerült. Majdnem sikerült. Na, jött az ápolónő, hopp. Egymás hegyi hátán jött. A miniszoknyás az ideér. Nem, az gyenge volt. Instagram OnlyFans-es leányzó, nénye. Ott a nénye, a. Az szikár. Bírja az. Oda néz, még egy kicsit, még egy métert. Hát ne. Na, fökel! Bírja még. Már nem. Jó, még van 9 percetek, gyerekek, azt lejár a műszak. Csak szólok. Hát ez már kifutsz az időből, testvérem. Én szurkolok. Na, megjött a izé is. Ki van fiatal ember. Az esküvőrű. Hát, sajnálom, de... Sajnálom, gyerekek, de lejárt az idő. Senki többet. Még egyszer kimegyek, azt fejbe velem az összeset. Megnézzük, hogy mit műveltek itt a gyerkőcök. Hát itt lehet, hogy nem kell leugranom, mert nyakam kiszakad. Hú, baza, itt figyeld azért... Még érkeznek dolgozók, de nagyon félek innen leugrani, baza. Jó, elcsesztem itt a helyzetet, gyerekek, hogy... Jó! Azt akartam mondani, nem egy lábtöréssel kéne indítani, de... Majdnem sikerült.
Mi van? Gyere, ide, gyere! Ott a loot, pöcsém! Facsiga. De én meg itt bizony lesz. Harakiri, hogy belemegyek ezekbe. Figyeljetek, hoztatok volna egy kőbunkót. Ezt ennyi, ennyi az egész. Nem valami nagy sztoriám. Mindjárt eltűnik a loot, amire oda van szorgok. Ezek még mindig itten erősködnek, mi? Nem, hogy ma nem lehet kilutolni, mert egy benn van a... Úgyhogy akkor a loot megakadt még a ide is. Ez nem volt érdemes ide jönnöm. Jó van, legyetek csak. Én mentem. Na, mindjárt rendet rakunk, megnézzük, hogy mi a sztori. Hogy mi történt itt, hol jöttek be. Aztán abból lehet tanulni. Na. Mi volt itt? Itt nem, meg se próbálták. Minden sértetlen gyerekek. Ó, itt beugráltak az ablakon gyerekek szerintem. Figyelj, gázórára fölmentek, azt letiporták. Mi? Hát jó van, ez van. Azért nem volt egy olyan nagy kihívás nekik. Ja, hogy itt volt egy ilyen fajtó, én mi hülye gyerek. Hallod, ott befalasztott mindent, itt meg volt egy fajtó. Ezt meg szétcsapták. És így is, így se jutottak el hozzánk gyerekek. És akkor csak ennyi volt, itt jöttek föl. Hopp, az meg leesett. Ne! Na, gyere! Gyere, hová! Na, az meg kinyírna, az meg igen hiányoz nekem. Ja, meg is izéltünk egy kicsit. Megzuhantunk. De hát van minden is, gyógyszer is, minden is. Ja, hát egy csomó lyukat hagytam. Csoda, hogy izé, hogy nem lett nagyobb gond. Jó, itt meg közben meghal a keeper a saját csapdáitól. Jó, nem fogom gyógyítani magam, mert minek. Igaz, hogy 51 HP-n van, de nem baj. Ahogy beszéltük, indulási lesz, költözési. Figyeljetek, szerintem itt még túl fogok élni én egy zombi hordát lazányosan. Elmegyünk a Jennyhez, és akkor ott fogjuk folytatni a kalandokat, és ott ki fogunk alakítani egy focipálya méretű bázist. Baze. Akkor a bázist magadokozok, hogy a szemetek megáll. Hogy paks le fog kotkodálni, akkor energia kell, hogy futtassam majd a gépem a mapot. Na, köszi szépen a figyelmet, ez laza volt, mint a rigalánc, nem gyerekek? Pedig aztán, hallod, ilyen fajtókon verték be magukat, hát nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen lazaság lesz. Kicsit túlizgultuk a dolgokat. Na, köszi figyelmet, jók legyetek, hát még mindig élünk, a 7. napot is túléltük, 8. napon vagyunk, egy darab halál nélkül visszük mind az őrület. Jók legyetek, csácsubi!